Bad unserer vorderen Abfallzentren, die über die Handball, Wasserball-WM und Wasserzählt. Ja, ja. Ich weiß nicht, ihr kennt das nicht. Mai napon érkezett hozzánk egy nagyon különleges hír, miszerint megváltoztak egy kézilabda mérkőzést, méghozzá a Sopriósra karantartban. A képen a fehér csapat versenyző hölgyét láthatjuk, amint igen nagy lelkesedéssel és szörnyi erővel megy a dobtára a labdát, ami természetesen nagyon jó pontokat adott a fehér csapatnak. A piros csapat is igazán jól teljesített, de a fehér csapat játékosai és a kapusuk lehetetlen volt. A képen lévő völgy, mint láthatjuk, bizonyára féltette az orrát, hiszen a fehér csapat minden játékosán orrvédő kipeszt volt. És talán ennek is köszönhető a kiemelkedő teljesítményük. A csapat csak női versenyzőkből áll. A férfiakat addig hazaküldték. És a nézőtéren sem lehetett egy férfi ember sem. Ugyanis ez a nőknek egy jogaiért küzdő verseny volt, és a kalandparknak ez nagyon nagy bevételt jelentett, mert nagyon sok női néző jön megnézni a versenyt. A végeredmény végül 16 év lett, és így nyert.